Két tucatnyi sütőbrigád, színes programok és jó hangulat várta az országos farsangi fánkfesztiválra érkezőket. A háromnapos fesztivált 11. alkalommal rendezték meg, sikerének ereje pedig a hagyományápolásban és a közösségépítésben rejlik. Kell egy nagyon jó szervező közösség, aki meg tudja mozdítani azokat az embereket, akik ebben részt akarnak venni. Aztán kellenek támogatók, mert egy ilyen nagy rendezvényt, amivé vált a fánkfesztivál, pénz nélkül nem lehet megcsinálni. Ha visszaemlékezünk a kezdetekre, akkor tulajdonképpen egy ilyen kis vasutas szerveződésnéként indult, bár országos fánkfesztiválnak indult már akkor is a fánkfesztivál, de elsősorban vasutas közösségek, művelődési házak, klubok voltak itt vendégként még annak idején a MÁV csarnokban, és senki sem gondolta volna, hogy ide növi ki magát, hogy több tucat csapat van itt, aki megmutatja a különböző fánkokat, azokat a fánkokat, amelyet recept alapján ők tudnak csinálni, vagy azért, mert tanulták valamilyen könyvből, vagy pedig azért, mert nagyszüleiktől, édesanyjuktól tanulták meg a fánk készítés csinyát, binyát, és számtalan variációt látunk a mai nap folyamán, és az elmúlt években ez történt. És az a fánkfesztivál odáig nőtte ki, miután értéket adott, nem csak a mulatságban, nem csak a kóstolásban, hanem egyáltalán a közösségi létben, ezért azt lehet mondani évről népszerűbb, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy idén is voltak olyan csapatok, akik már nem fértek ide, hisz helyszüke hiányába lehet, hogy nem tudták felmutatni azt a tudást, amit ők megszereztek maguknak, hogyha fánkészítésről van szó. De az, hogy művészeti alkotások, kis művészeti csoportok jelennek itt meg, ez azt jelenti, hogy a gasztronómia mellett azt a kultúrát is ápoljuk, amit mi magunkénak nevezünk, azt a kis mikrokultúrát, amit egy-egy település, egy kis művészeti csoport, amatőr művészeti csoport tud a magáénak, itt közzéteszi, és ezzel azt a hagyományt ápoljuk, amit én számtalanszor már elmondtam, amit mi a saját keresztény magyar kultúránknak mondunk, és ezek a kis mikrokultúrák településtől településre változhatnak egy picit, de a gyökere az egy mindig, a keresztény magyar örökség, azt, amit mi eleinktől örököltünk. És akkor, amikor a felszínen egy ilyen gasztronómiai fesztiválon csak az örömnek, a beszélgetésnek szenteljük az időt, akkor talán el sem jut tudatunk mélyére az, hogy egyébként ezzel is a mi saját örökségünket azoktól eleinktől kapott örökséget ápoljuk, akik ugyanúgy hagyták ránk és erősítették a saját idejükben a hagyományokat, mint ahogy azt mi tesszük. Úgyhogy ezért jár köszönet minden támogatónak, jár köszönet minden szervezőnek és minden résztvevőnek egy-egy ilyen fesztiválon, mert ezzel tulajdonképpen a hagyományok őrzése, ápolása mellett a jövő korosztályának ezt a hagyomány átadását is elvégezzük. Ezért fontos, ahogy polgármester is említette a beszédében, hogy Nagykanizsa a fesztiválok városa, hisz ez a hagyományőrzés nem csak a fánkfesztiválon történik, hanem a Városnapján, a Dödölle Fesztiválon, vagy éppen a Miklósfaiak által szervezett Répa Fesztiválon.